Szeretettel köszöntöm a 32. Gézanapi Szavaló verseny résztvevőit, a felkészítő tanárokat és a zsűrit. Nagyon tartalmas napot kívánok nektek, nagyon szép verseket, és érezzétek jól magatokat itt nálunk. Az idén mindössze 10 vettek részt az évtizedes hagyományokkal rendelkező megmérettetésen. Azt, hogy ki hányadikként szavalja el a választott műveket, sorszámhúzással döntötték el. Borsicki Ádám, a bátaszéki gimnázium tanulója, már 9 éves korától jár hasonló versenyekre. És azért jelentkeztem, mert úgy éreztem, hogy ez nekem így fontos, és szeretem ezt csinálni. Ez műveli a fiatalságot, és visszatekintünk így az irodalom nagyjaira, és szerintem ez nagyon szép gesztus. Két verset kellett ugye mondani, az egyik az megadott témájú volt, Kányádi Sándornak az Útra való ének című művét, és Tóth Árpádnak a Lámpafény című versével készültem. Vigyázban állnak a határsorompók, égre néznek. Tetejükben gólyapár épít magának fészket, és azt keleplik odafönn, és ezt még a béka se kétli, a legeslegnagyobb öröm félelem nélkül élni. Azonban nem csak a bátaszéki gimnáziumból jelentkeztek diákok a megmérettetésre. Szekszárdról a Garai János gimnáziumból, az Első Béla gimnáziumból és a Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikumból is érkeztek versenyzők. Ez megyei versmondó verseny, amelyik azt jelenti, hogy a megye középiskoláiból bárki jelentkezhetett rá. Tulajdonképpen a verseny specialitása az, hogy 2 verssel kell készülni. Mindig van valamilyen téma, ebben az esztendőben a határon túli magyar irodalom valamelyik gyöngyszeméből kell választani. A másik vers viszont szabadon választott annyi megkötéssel, hogy magyar szerző művének kell lenni. 2 verset fognak elmondani a gyerekek, a gimnazisták, illetve középiskolások, és az értékelést követően derül majd ki, hogy ki állhat fel a dobogó képzeletbeli fokaira. Csötönyi László azt is elmesélte stábunknak, miért áll olyan közel hozzá az esemény. Számomra ez nagyon érdekes, mert hogy az életem része körülbelül, ezt ki kellene számolni, 1994 óta. Akkor még gimnazistaként és versmondóként szerepeltem 4 éven keresztül, azt követően viszont főiskolásként, majd magyar tanárként és fölkészítőként, versmondóként a zsűriben foglaltam helyet azóta is, talán egy-egy év kihagyással, amikor valami rendkívüli esemény miatt nem tudtam eljönni. Ezért is annyira fontos az én szívemnek a Gézanapi versmondó verseny. Az a jó, hogy olyan baráti társaság gyűlik itt minden esztendőben össze, illetve újra itt a Művelődési Házban, mert azt el kell mondanom, hogy a 90-es évek vége felé megszakadt az a hagyomány, hogy itt rendezték, vagy itt tartottuk, és ezt követően a második Géza Gimnázium adott épületem adott helyet egyébként a versenynek, és most még a lezárások okán úgy döntöttünk, segítünk a gimnáziumnak, és ezért tartjuk újra itt. Igaz, hogy azóta ugye megtörténtek a föloldások, de már nem szerettünk volna variálni, ezért van újra itt a Petőfi Sándor Művelődési Házban, de én nagyon örülök neki. Egle Anikó, a második Géza Gimnázium magyar szakos tanára úgy véli, nagy szerepet játszik a koronavírus járvány is abban, hogy kevesen jelentkeztek az elmúlt 2 évben a versenyre. 15-ten indultunk volna, csak hát ez a betegség költözés. És minden, úgy most úgy néz ki, hogy körülbelül 10 diák van, aki ide érkezett, és aki előadja majd a 2 versét, a szabadon választottat is, meg a kötelezőt is. Úgyhogy egy nagyon kis körű lesz, de 2 évvel ezelőtt, amikor rendeztük utoljára a Covid előtt, akkor is csak 12-en voltunk, úgyhogy reméljük, hogy majd egyre több lesz, hogyha az egész járvány dolognak vége lesz. Az a lényeg az egésznek, hogy a verset mondani kell, és nem olvasni, hogy Kányádi Sándor is mondja, és azt hiszem, hogy itt ebben a kis körben ez meg fog valósulni, és mindig hozunk egy osztályt is az iskolából, illetve minden osztályból pár ember részt vesz, aki a közönséget alkotja, úgyhogy közönségdíjat is fogunk osztani. Spatak többé hiába csengett tündérré váló régi fák alatt. Ködöt hozott és felleget a földre, és hervadás kísérte, és moha. Térdet hajtott a nagyvilág előtte. De a fenyves, az ősvadon soha. Aki tehetséges és szereti a verset, az azért kiáll és elmondja. Úgyhogy szeretik a gyerekek a verset, csak nehéz kiállni és elmondani, mert attól félnek, hogy belesülnek. És akkor inkább, hogyha olvasni lehetne, akkor biztos, hogy többen lennének. A 32. Gézanapi Szavaló versenyt a Garai János Gimnázium tanulója, Fögleny Liza Kató nyerte. A közönségdíjat Borsicki Ádám, a bátaszéki gimnázium diákja vehette át.